Atlantis gyermekei. Csomag Bobby Garfieldnak. Én vagyok. Itt írja alá. Köszönöm. John Sullivan autóbalesetet szenvedett és életét vesztette. Elhunyt az ezüstcsillagos katonatiszt. A múlt emlékei váratlanul törnek az emberre. Nem lehet felkészülni a támadásaikra. Nem tudjuk, hová ragadnak bennünket. Csak abban reménykedhetünk, hogy olyan helyre, ahová szívesen megyünk. Üdvözlöm, ez a Garfield család üzenetrögzítője. Jill és a fiúk síelni mentek, a mobilon elérhetők. Én néhány napra elutazom, kedd este érkezem vissza. Az Egyesült Államok elnöke és a nemzet nevében tisztelettel átnyújtom ezt a zászlót meghálálandó azon férjének, John Sullivan őrnagynak dicsőséges és hűséges szolgálatát. Sally John! Szia, Bobby! Tegnap rájöttem, mi leszek, ha nagy leszek. Na? Varázsló, nyulakat húzok ki egy kalapból. A nyulad a kalapba fog szarni. A fő, hogy menő csávó leszek. Fáradjanak a veterán terembe. Kávéval és süteménnyel várjuk Önöket. Mr. Garfield. Jó napot. Örvendek. Úgy szintén. Köszönöm a kesztyűt. Éveken át voltam Sully ügyvédje. A végrendelet első pontja szerint a kesztyű az öné. Önök jó barátok voltak hajdanán. Igen, gyerekkorunkban. Hárman voltunk barátok. Carol volt a harmadik. Carol Gerber? Igen. Remélem, hogy ma eljön. Nem tudja, mi lett vele? Nem. Carol Gerber meghalt. Részvétem. Ezeken az utcákon történt minden. Nem tűnnek különlegesnek. Miért hisszük azt, hogy az otthon változatlan maradhat? Semmi sem változatlan. Gyerekkorban egyetlen nap is örökké valóságnak tűnhet. De most úgy érzem, hogy az elmúlt évek egyetlen pillanat alatt suhantak el.
Bobby! Bobika! Ideje felkelni! Ébresztő! Gyere már! Várj meg! Várj már meg! You broke my heart when you said we'll part. Boldog születésnapot! Tessék! Na hát, könyvtárjegy. Amivel felnőtt könyveket is olvashatsz. Kösz, anya. De... Ne, ne szólj. Tudom, hogy biciklit akartál. De nincs pénzem. Ez nekem rettenetes. De az apád semmit sem hagyott ránk. Tudod, mi maradt utána? Egy életbiztosítás, amit alig egy évvel a halála előtt megszüntetett. Na meg egy csomó kifizetetlen számla, amit nagy nehezen sikerült rendeznem, de csak is azért, mert az emberek megértően viseltettek velünk szemben. Például a főnökre, Mr. Biderman, de ne hidd, hogy ez nekem nem kellemetlen. Az apád mindig a Royal Flush-t várta, de hiába. Mi az a Royal Flush? Nem kell azt neked tudnod. Meg ne lássam, hogy pénzben kártyázol. Egy életre elegem van a kártyásokból. Na, indulás! Úgy látom, megérkezett a felső lakó. Soha ne bízz olyan emberben, aki papírzacskót hord. Milyen közönséges. Neki bőröngye is van. Az is közönséges. Jó napot kívánok! Ted Brottigen vagyok. Én vettem ki a felső lakást. Üdvözlöm. Jó napot. Elizabeth Garfield vagyok, ő pedig a fiam Robert. Örvendek, Mr. Brottigen, de nem érünk rá. A nevem Brottigen, de szólítsanak csak Tednek. Örülök, hogy megismerhetem. Indulás. Érezze otthon magát. Bobby! Köszönöm, Robert. Igen. Boldog szülinapot! Carol, az ilyen kitörések nélkül sem egyszerű a barátság. Élvezted? Tessék. Valami érzelgős? Nem tudom. Remélem, nem az. Hú, tetszik, ugye? Igen, szuper. Kösz. Szívesen. Nem kaptad meg a bringát. Anyának most kevés a pénze. Új ruhák, de azért futja. Nem járhat rongyokban a munkahelyére. Nem jössz? De! Futás! A bringa? Nincs meg. Nem vettem neked semmit, de azért boldog szülinapot. Futás! Hé, várjatok meg! Valami pókerizé, nem? Öt egyszínű labból álló sor. Ritka, minden hülye ezt várja. This neighborhood is getting terribly run down. I think I'll have to move. Igen? Így kell beleszólni a kagylóba? Ó, szia, anya! És bocs, izgatott vagyok a vacsora miatt. Mr. Bidermannek rengeteg a munkája. Nekem is túlóráznom kell, ezért a szülinapi vacsorád ma elmarad. Ó, értem, anya. A hűtőben találsz vacsorát. Remélem, még ébren talállak. Ja, és ne feledd elzárni a tűzhelyet, miután megmelegítetted a vacsorát. Rendben? Persze. Sietek. Szervusz, Robert. Vagy inkább Bobby?
Na, Mr. Brattigan. Jó estét. Ted. Bocsánat. Nem lesz könnyű, de megpróbálom. Készülsz valahová? Anya szülinapi vacsorára hívott. De dolgoznia kell. De nagyon sajnálja. Gondolom, gazdag ember vagy. A sok szülinapi ajándéktól. Nem. Egy olvasójegy? Nem, egy felnőtt olvasójegy. Hát igen. A világ legnagyobb mesemondói mind rád várnak. Tudja, miért ezt adta anya? Mert ingyen volt. Az nem érdekes. Ne becsüld le az ajándékodat. A könyvek aranyat érnek. Századok óta tartják az emberekben a lelket. Adj az írónak egy-két órát, ha nem ragad meg, keress egy másik könyvet. Mi a véleményed? Hát, végül is meg lehet próbálni. Szerintem is. Ne aggódj. Dickens kivégzésről és sok más izgalomról is írt. Olvashatsz távoli, ismeretlen helyekről. A könyvek csodálatosak. Hol lakott, mielőtt idejött volna, Mr. Ted? Az a hely nem volt olyan szép, mint ez. És te régóta itt laksz? Amióta az apám meghalt. Ha, mikor volt az a tragikus nap? 5 éves voltam. 6 éve. Mindenről tudsz, ami a városban történik? Még szép. A városban semmi nem történik. Aha. 6 éve. Az csak egy pillanat. Majd te is így látod. Ben Johnson azt mondta, az idő egy vén, kopasz, csaló. Tessék? Ben Johnson vén, kopasz csalónak nevezte az időt. Szerintem találó. Igen, szerintem is. Ki az a Ben Johnson? Egy angol író. Már sok-sok éve halott. Zseni, de a pénz bolondja. És szeles természetű. Ezt hogy értsem? A gyerekek mindig nevetnek ezen. Van egy munkám a számodra. Még át kell gondolnom. Komoly? Igen. Így megveheted a biciklit. Aha. Honnan tudja, hogy ezt kértem? Minden gyerek azt kér. Fekete fantom. Megint megnéztem azt a brigát. Egy fantom. 26-os. Tényleg szuper. Tökéletes. Ez a megfelelő szó. Kezdj el takarékoskodni. Ted, én vagyok. Szia, gyere be. Köszönöm, hogy feljöttél. Az üdítőd a hűtőben vár rád. Fő, hogy hideg legyen. A szemünk sarkából érzékeljük őket. Kiket? A szemünk sarkából érzékeljük őket. Na igen. Olvastam pár órát. Mit? Az elveszett horizontot. Ja, igen, tudom. És hogy tetszett? Jobb, mint a Hardy fiúk. Az már igaz. Mondd, szeretnél heti $1 keresni? Na, náhogy igen. A szemem sajnos már nem a régi. És ha te felolvasnád a Harwich Journalt nekem, az első oldalt, a sportrovatot, a hirdetéseket fizetnék $1. Mit felelsz? Csak ennyi.
Nem értem. Biztos, hogy valami mást is akar. Igen, ez igaz. Mit kellene tennem? Szeretném, ha nyitva tartanád a szemed. Mit keresünk? Rossz embereket. Rossz embereket? Igen, Bobby. Rossz embereket, vagyis bűnözőket. Veszélyes, könyörtelen alakokat, akik minden áron megszerzik, amit akarnak. A feladatod egyszerűen ez. Jár nyitott szemmel. Ha bármi jelét látod itt létüknek, azonnal értesíts, rendben? Igen. De miért üldözik magát? Van valami, ami kell nekik. Erről annyit. És hogy néznek ki? Sötét kalapot és sötét ruhát hordanak. Névtelenek. De könnyen felismerheted a kocsijukat. Feltűnő, harsány. Csoportba verődnek, mint a zsákmány becserkésző vadak. És hosszú az árnyékuk. Ó, micsoda egy világ. De ugye nem rendőrök, vagy titkos ügynökök? Arra vagy kíváncsi, hogy rossz ember vagyok? Volt olyan bírság, amit nem fizettem ki. Ha volna könyvtárrendőrség, nagy erőkkel köröznének, de sohasem raboltam bankot vagy katonai titkot. Akkor kik ezek? Gazemberek, gonosztevők. Minden áron megszerzik, amit akarnak. Most magát akarják? Igen. Most engem akarnak, hogy irányíthassanak. De te figyelni fogsz, amikor közelednek, különös kódolt jeleket hagynak. Látható helyeken, mint például a villanypóznákon. Látszólag elveszett állatok után kutatnak. Ha tudnám, mire készülnek, nem kapnának el, de nem tudom. Mit tegyek, ha megjelennek? Fuss, ahogy bírsz, és mondd el, mit láttál. Nemrég azt kérdeztem, tudod-e, mi történik a városban? Igen. Te vagy az én emberem. Ne aggódjon. Nem hagyom, hogy elkapják. Bobby, oda nem vagy? Anyád nem tudja, mire gondolsz. Azt hiszed, tudja, ez adja a hatalmát, pedig nem tudja. Mrs. Garfield? Milyen barátságos itt fent. Szia, anya. Képzeld, Mr. Brottigan, heti $1 fizet, ha minden nap felolvasom az újságot. Nagy lelkű ajánlat. Mindig kisfiúkkal olvastad fel, Mr. Brottigan? A nevem Brottigan? És igen, segítségre szorulok. A szemem sokat romlott az utóbbi években. És korábban mivel foglalkozott? Éjszakon dolgoztam, mindenfélét. Gyere, Bobby, az idő pénz, és senkire sem vár. Viszontlátásra. Szervusz. Képzeld, Mr. Brottigan. Egy valamit nem értek. Mit? Mit akarhat egy ilyenkorú férfi egy kisfiútól? Nem tudom. De egy valamit tudok. Azt mondta, nagy áldás egy olyan anya, aki felnőtt könyvtárjegyet ad a fiának születésnapjára. Akkor sem értem. Sohasem lehet tudni, kiben mi lakozik. Na jól van. Tegyél tönkre mindent. Nem akarod, hogy megvegyem a bringát? De igen, persze, hogy akarom, magam is megvenném, de mint tudod, az apád egy centet sem hagyott ránk. Csak olvasnom kell. Jól
jól van, nem bánom. Igen, 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 igen. De csak a teraszon, kint a friss levegőn. Jó. If you can use some exotic booze at a bar in far Bombay, come fly with me, let's fly away. Sziasztok! Szia! Come fly with me, let's float down to Peru. Szia! Bocs, hogy késtem, elszaladt az idő. Semmi baj, mindig az idő fogjai vagyunk, az örökké valóság túszai. Ben Johnson. Boris Pasternak. Orosz író. Beszéljünk másról. Mi újság a nagyvilágban? Történt valami ocsmánság? Richard M. Nixon alelnök, a republikánus párt elnökjelöltje, tegnap délután tárgyalást folytatott Henry Cabot Lodge alelnökjelölte. Fagyizni megyünk, nem jössz velünk? Nem, kenyeret keresek. Jó napot, Mrs. Gerber. Carol? Csókolom! Még sosem láttam ilyen különleges kislányt, mint Carol. Minden lány ilyen. Gondolod? Mert megcsókoltad? Fúj! Pedig megfogod, elhiheted. Távozz tőlem! Megcsókolod? Életed minden csókját ehhez a csókhoz méred majd, de egy sem ér fel vele. Befejezte? Igen. Gyere, olvas. Ülj vissza és folytasd az olvasást. Jól van. Megcsókolod? Ezen túl új módszereket alkalmaz a kommunisták kézzekerítésére. Te, Bobby? Igen? Milyen ruhát visel Dale Arden a Flash Gordon képregényben? Miért érdekli az a nő? Ha tudni akarod, sráckoromban nagyon jó bőrnek találtam. Jó, de a képregény csak a sport után jön. Baseball. Mori Bills megdöntheti Ty Cobb rekordját. Láttam Cobbot. Apám Babe Ruthot látta. Micsoda hazafutásokat ütött. Ha. A Chicago ellen. Sokat mesélt róla. Nagurski visszatéréséről is mesélt? Látta a nagy meccset? Maga ott volt? Ott. Maga és az apám egy meccsen voltak. Hallottál Bronco Nagurskiról? Persze, apám kedvence volt. Nem volt nála nagyobb futballista. 8 évig játszott a Chicagóban, bajnokká tette őket. Aztán visszavonult. 6 évvel később a medvék visszahívták cserejátékosnak. Azon a meccsen az ellenfél a Cardinals volt. Esküdt ellenségük. A szezon utolsó meccse a tét a bajnoki cím. Nagurskit nem állítják be. Ő a harmadik csere. De az első csere megsérült. Utána a második is. Jaj, ne! Ha apád itt volna, elmondaná, mennyire félt abban a pillanatban. Nagyon félt. De miért? Nagurski a pályán volt. Mindenki félt, én is. Csodára vártunk, azt akartuk, hogy olyannak lássuk, amilyen volt a régi Nagurskinak, amilyen fénykorában volt a régi szép időkben. Ugye jól játszott? Ha nem, azt nem akarom hallani. Hozzákerült a labda, ő meg lassan elindult a vonal felé.
Az ellenfél leszorította, de valahogy nyert néhány yardot. A következő menetben ugyanez történt, a társai csak neki passzoltak, a medvék kezdtek előre törni 5 yard, 10 yard, még 7. Ha pontot tud szerezni, ismét bajnokok lehetünk. Na, folytassa! Ne hagyja abba! Ted! Mondja már, mi volt aztán? Szóval? Tudod, mit csinált akkor az apád? Nem tudom, mit csinált? Felugrott és a tömeggel kiabált, mert amit a pályán láttunk, hihetetlen volt. Mit láttak a pályán? Megtörtént a csoda. Nagurski megindult. Bronco Nagurski a gólvonal felé kúszott. Minden áron földre akarták őt kényszeríteni. De senki sem állíthatta meg. Ahogy mondod, az nem senki. Apád és én láttuk a csodát. Az öreg győzelmet aratott. Pontot szerzett. Megszerezte nekünk. Ismét bajnokok voltunk. Tudtam, hogy sikerül. Aztán megint visszavonult. Északra oda, ahonnan jött. Bronco Nagurski. Bobby! Bobbykám! Ted! Igen? Tudom, nem léteznek olyan rossz emberek. De ha egy csoportjuk mégis ide tévedne, és furcsa jelek jelennének meg a telefonpóznákon. Ez persze nem történhet meg. De ha mégis... El kell mennie. Nem lennék itt biztonságban. Hiába is szeretnénk. Bobby! Bobby, ez a Ted. Elmondta, hogy honnan jött? Csak azt, hogy ott nem volt olyan szép, mint itt. Hát, ettől nem lettünk sokkal okosabbak. Mást nem mondott? Nem. Bobby. Nem szokott... Mit? Mindegy. Feltétlenül mondd el, ha valami szokatlan történik. Halló? Szia. De hát megígérted. Számítottam rá. Ki volt az? Senki. Téves kapcsolás. A mamád üzeni, hogy indulhatunk. Ted nem akar velünk jönni? A vásárba. Legalább kérdezzük meg. Rendben. Kérdezz meg.
meg, én hívom Sallyt. Jó. Hé, hey, milyen érzés, ha legyőz egy lány? Ez nem igazság. Mr. Biderman behívott dolgozni. De ma szombat van. Valakinek dolgoznia is kell. Anya! Tessék. Megígérted. Jaj, édesem, ez mentolos cégi. Olvasd el a dobozát. Lehűti a torkot, jóformán nem is lehet cigarettának nevezni. Anya! Mi van? Tudnál adni egy kis aprót a vásárra? Neked semmi sem elég. Azt hittem, te keresed a zseppénzed. Az a bringára kell. El kell döntened, hogy a bicikli a fontosabb, vagy a kis barátnőd. Minden rendben. Ted, ébredjen! Kérem, segítsen nekem! Nem tudom, mit csináljak. Nyugatra mennek. Kiig, Ted, ne csinálja ezt! Nyugat felé tartanak. De visszatérnek. Ted, kérem, ne halljon meg nekem. Kérem. Úristen. Ted, mi volt ez? Megint kikapcsoltam? Mint múltkor a hűtőnél. Igen. Nem, rosszabb volt. Azt hittem, valami rohama van. Nem, nincs semmi baj. De ha megint előfordul, ne ér hozzám. Jobb, ha senki nem ér hozzám. Bocsánat. Nem veszélyes egyedül hagyni. Nem. Semmi baj. Viszlát. Carol mamája elvisz a vásárba. Nincs kedve velünk jönni? Köszönöm, de azt hiszem, ez most nem lenne bölcs dolog. Értem. Szervusz. Az asztalon van a cigi. Köszönöm, Bobby. Miért mosolyog? Siess és érezd jól magad. Ne hagyd ki semmit. Figyeljenek! Itt a dáma, hol a dáma? Lássuk, ki lesz a szerencsés,
Aki megmondja, hol a szívkirálynő, már is nyer. Ide, ide, ember! Én mindig mondom, hogy csak egyszer kérem. Ó, ne. Nagyon egyszerű. Meg kell keresni a szívkirálynőt. Kérem a téteket, és már is kezdem. 25-szer, tehát csak egyszer. Nézzétek, egy bubi. Egy király és egy dáma. Lássuk, hová kerül a dáma. Hopp. Jöjjön a szerencse. Ez a dáma. Összegység. Igen, megduplázom. Felteszek fél dollár. Helyes. Mehet? Ez az. Majdnem. Gyerekek, gyerekek, nem, csak még egy utolsó. Tudom követni a mozdulatot. Bezárhatom a boltot. Csak még egyet. Köszönöm. Fel és le, elvele, ki és be, és körbe. Újra rá, és egy, két, há. Na, fiatal úr, hol a dáma? A jobb oldalon van. Nem, dehogy, egész biztos, hogy a bal szélső. Jól van, gyerekek, befejezzük. Még egy kört? Bobinak igaza volt. Egy igazi látnok, nyerd vissza a társaid pénzét. Azt hiszem, sikerülne, de nem kártyázhatok pénzben, úgyhogy... Henceg a fiú, azt állítja, nyerne, de bizonyítani nem meri. Visszanyerhetnéd a pénzem, kérlek, a kedvemért. Kérlek, Bobi, a kedvemért, Bobi, csak egyszer. Az anyám sohasem örül. Csak enyém van. E mozdulatok egy sejket is lenyűgöztek. Figyelj! A középső kártya az. Ez az, Bobi! Csak szerencsém volt, uram. Ha megduplázod a tétet, vehetsz valamit a barátaidnak. Rendben. Öt évig tanultam ezt a trükköt. Ez az alap. Ezt még senki nem találta el. Jó, de most az az vagy nem az? Sikerült! Mázlim volt. De mekkora mázlid? És most ön is. Gyertek, gyerekek, indulás. Gyere. Menjünk, Bobi. Látták? Még egy gyereknek is megy. Gyerekjáték olyan egyszerű. Tegyék próbára a szerencséjüket. Igen. Ne félj, Carol. Amikor megálltunk, azt hittem, lezuhanunk, és szörnyet halunk. Biztonságban vagyunk. Mi a csodát csinálsz? Hát, azt hittem, ezt akarod. Csak meglepődtem. Ez minden. Értem. Bobi, csináld megint. Inkább nem. Elmondod? Dehogy. A mi titkunk marad. Siess, mindjárt elindulunk. Bobi, meddig várjak?
Köszönöm, Bobby. Ez nagyon szép volt. Életünk minden csókját ehhez a csókhoz fogjuk mérni. Tessék? Fura, amikor Ted mondta, jobban hangzott. Ugye tudtad? Tudtad, hogy hol van a szív királynő? Tudtam. Furcsa, mintha láttam volna, milyen gondolatok vannak a fejében. Akármire gondolt, én tudtam, nem csaphatod be. Tudod, hogy mi van Sally fejében? Á, Sally feje mindig üres. Tényleg? Arra gondolok, hogy jövőre új kesztyűt kapok. Komolyan? De mi lesz ezzel? Szeretnéd? Viccesz, marha jó kesztyű! És én ezért majd rád hagyom. Igen. A végrendeletemben. Te! Mindig szórakozol velem. Mert mindig bedőlsz. Gyermekkorban... Nem, várj, még nem léptem. Akkor boldog az ember. Úgy érzi, elvarázsolt helyen él. Igen, fizes Carolnak 75 dollár. Atlantis lehetett ilyen. Te jössz, Carol, és fizetek neked 75-öt. Jövök. Adj vissza 25-öt. 25-öt? Ez 100. Adom. Nem, elszámoltam. Adj neki 25-öt. Nem. Aztán felnövünk, és megszakad a szívünk. Csak tudnám, mit jelent ez. Azt, hogy valaki elvesztette a kutyáját. Menjünk. Az is lehet, hogy valamilyen kódolt üzenet. Kódolt üzenet? Miért lenne az? Egy kis buzi, az... Nem vagyok buzi! Bobby, ne! Növel picit, Gerber baby! A magányos Ranger. Szia! Milyen volt a suli? Jó! Képzeld, mi történt? Dan, vagyis Mr. Biderman, meghívott engem a hétvégére Providence-be egy szemináriumra. Óriási lehetőség. Mr. Cushman és Mr. Dean is mennek, de el se hiszem, hogy engem is meghívott. Bobby, annyira szeretnék ingatlan ügynök lenni. Feltétlenül el kell menni. Jó, mikor mész? Péntek délután, de csak két éjszaka. Persze nem aludhatsz a kis barátnődnél. Nem a barátnő. Mindegy. Az a lényeg, hogy oda nem vihetlek. Megkérdezem Sally John anyukáját, aludhatsz-e náluk? Ott nem lehet. Pedig muszáj. A nagymamához utaznak. Mindenképpen figyelmet. Ilyen az én átkozott szerencsém. El kell készülnie a városra leselkedő veszélyre. Azonnal nem beszélgethetjük az időt. Megkérnéd Ted barátodat, hogy igyon velünk egy csésze teát? Jó. Sajnálom, Mrs. Garfield, de nem lennék megfelelő babysitter. Engem most hívtak meg először szemináriumra. Alhat a kanapén, biztosíthatom, nagyon kényelmes. Együtt vacsoráznak, utána megnéznek egy filmet. Tudja mit? Bízzuk a döntést Bobbyra. Bobby. Miért mindig csak te szórakozhatsz? Nem akarod, hogy jobb állásom legyen? De, csak mi lesz velem? Nekem semmi sem szabad. Még az is lehet, hogy Mr. Biderman a szeminárium után felemeli a fizetésemet. Na jó, csak egy hétvége.
Köszönöm. Kérem. Make the rain go. Anytime I move my finger. Lucky me. Can't you see I'm in love? Life's a wonderful thing. Long as I hold that string, I'd be a silly so-and-so if I should ever let you go. I've got the world on a string, sitting on a... Nem hallottad még, hogy illik kopogni? Bocs. Várj, nem mehetsz most el. Hát mit csináljak? Hogy nézek ki? Ahogy szoktál. A ruha milyen? Ja, csinos. Légy szíves. Egy vagyonba kerülhet. Neked már megint, Bobby. Cikkírója úgy véli, sok meglepetést tartogat számunkra a Hollywood-Albini mérkőzés. A nyakam rá, hogy Hollywood Haywood győz. Ted, figyel! Egyre erősebbek. Hé, ehhez még túl fiatal vagy. Most meddig tartott? Minden alkalommal hosszabb. Mert közelednek. Ha így van, ügyesen bujkálnak előlem. Még semmit nem vettem észre. Helyes? Talán tévedtem. Mesélj a meccsről. Jól van. Tehát ez a fickó, Albini, kihívta a nagy Hollywood Haywoodot. Holnap este boxolnak. Hollywood rongyá veri Albinit. Meg lehet. Én is fogadni fogok. Ha édesanyád elutazott, bemegyünk a városba. Eszünk valamit. Moziba megyünk. Láttad az átkozottak falvát? Gonosz gyerekekről szól, akiket idegen erők irányítanak. Parancsolj. Mi a baj? A biciklid. Ne mozdulj innen. Now every time I look at you, something is on my mind. Da, 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 da. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Oh, life could be a dream. Hey. If I could take you up in paradise up above. Nami, let's get it. If you would tell me I'm the only one Gerber baby, a kis köcsög Gellux. Gyere, Carol, menjünk. Itt maradj, ne siess. Ez nem vicces. Én mindjárt halálra röhögöm magam. Hé, erezd el. Jé, a kis buzi egy hős. Rezd meg őt. Légy férfi. Nem tudom, nő-e már a melled, de mindjárt kiderítjük. Ne nyúj hozzám. Hogy békén. Még csak Gerber baba. Fiúk, megverjük a buzit. Húha!
Menjen haza. Mindnyájan hazamegyünk. Ki ez? A homok tündér. Richie O'Rourke, Billy Sherman és Harry Doolin. A Szent Gabriel dicső triója. Tudja a nevünket? Gyere ide és derjüst ki, még mit tudok. Bocsánatot kérsz Carol-tól és Bobby-tól. Ebben téved. Megmondom, miért teszed meg. Mert tudom a titkod és a világ elétárom. Nincs titkom. Úgy tudom, gyakran nevezel buzinak másokat. Nézz a szemembe, Harry Doolin. Mondd meg, mit látsz. Látod-e a fiút, aki felölti édesanyád ruháit, mikor azt hiszi, nem látja őt senki? Hadd tudja meg a világ. Vagy mondd, bocsáss meg, Carol. Bocsáss meg, Carol. Mit mondott az öreg? Mit akar? Semmit. Köszönöm, Ted. Mit mondott neki? Csak elcsevegtünk a világ dolgairól. Ted. Igen? Maga nagyon furcsa ember. Ne áruld el senkinek. Beszállás, indulunk! Gyertek, fiúk! Szállítson el a labda! És touchdown! Ülj be, fiam! Hívd a kutyát! Gyere! Indulás! Szia! Kölyök, hol a szép asszony? Jövök már. Jó legyél. Adj egy puszit. Hozd a csomagomat. Jó napot. De szép valaki. Hogy van? Jól. Hadd segítsek. Nagyon kedves. Neked nem kell segítség? Nem. Milyen helyes gyerek. Bobby jó fiú. Az biztos. Szép napunk van. Igen. Erre parancsoljon. Mr. Cushman, Mr. Bean. Kellemes hétvégének. Bizony. A nők. Magukkal viszik az egész házat. Na, ismered a mondást. Nem élhetsz velük, sem nélkülük. Le sem lőheted őket. Csak Montanában. Szerencsénk van, talán még világosban oda jön. Ne tegyél olyat, amit én nem tennék. De ha mégis, leszek keresztapa. Egy cseppet sem bízom a pasasban. Félek, hogy anyának baja eshet. És mindnyájunknak. Na és most? Nem vagy éhes? Ne vicceljen! A hotdogok után. Hogy hívják ezt a városrészt? Csak alvilágnak szokták nevezni. Minden városban van egy hely, ahol senki nem kérdezi, ki vagy. Papírpohárban adják a bort, és megkaphatsz mindent, amit akarsz, ha elég pénz van a zsebedben.
Gyere, Bobby! Ne maradj le. Ne féltsen engem. Nem kellett volna idehoznom téged, de egyedül mégsem hagyhatlak. Hollywood, Heywood, Eddie Albini holnap esti mérkőzése. Kidobnék pár dollárt. Mit mond? El nem mozdul. Már is ellentámadásba lettünk. Hát ez nem Freon napja. A fiatal beszél dögölénye nyilvánvaló. Freon egyetlen esélye az lett volna, ha az első három menetben kérni Wilby. Szerint azt mondhatom, lesz melyebb két menetet Wilby. És fiú, hogy hívnak? Bobby. Bobby Garfield. Voltál már itt? Még soha. Ismerős vagy nekem. Lehet, hogy ismerem az apádat. Az apám meghalt. Már sok éve. Bobbynak hívta? Bobby Garfieldnek, mint engem. Hasonlítok rá. Igen, a legjobb vendégem volt. Kedveltem. Elég gyakran beugrott egy sörre, aztán... Hétfőnként elég kihalt ez a hely, de ha ő itt volt, egy perc, és mindenki nevetett. Jó ember volt az apád. És nagy lelkű. Nem sok ilyet látni errefelé. Részeg embert sosem itatott, becsültem ezért. Igen, és egész életében a nagy Royal Flush-re várt. Ezt ki mondta? Láttam én nagy veszteseket. De az apád zsebében több pénz volt, amikor ment, mint amikor jött. Emlékszem, ördögén tudott kártyázni. Megtarthatod, ha akarod. Jó képű férfi, igaz? Látod, te is ilyen leszel. Van barátnőd? Igen, van. Csinos? Nagyon. Carolnak hívják, és igazi jó bőr. Gyere, Bobby, vár a taxi. A papám gyakran járt ide. Igen? Nem is kártyázta el a pénzünket. Nagy lelkű volt, vicces, és mindenki szeretett. Remek, nagyszerű. Ugye milyen klassz? Igen. Jó, hogy benéztünk ide. A legjobb helyre jöttünk. Mennyi pénzt tett fel? Amin volt, 200 dollárt Alvinire. Azt hiszi, Albini legyőzi Hollywoodot. Igen, ki fogja ütni. 10-1 fogadtam. Látott már valaha box meccset? Nem, még soha. Broad Street 149. A rádió közvetíti. Holnap este minden kiderül. Remélem tudja, mit csinál. Bobby, itt vannak bukle. Meglássanak! Mi történt? Most gondolj másra. Nem szabad félned. Gondolj valami másra, valami szépre. Hogyan? Mit csináljak? Gondolj Carolra, valamilyen régi szép emlékre. Gondolj Carolra. Valami szépre. Büszke vagyok rád. Eddig nem hittem el, hogy a rossz emberek léteznek. Tudom. Ted, az apám sosem itatott részeg embert. Nem értem, hogy ez mit jelent. Azt, hogy ő jó ember volt, becsületes, nem szaporította a világ bajait. Érted? Jó ét. Jó ét. Thank you.
elkezdődik a negyedik menet. Haywood valósággal kitör a sarokból, és már is soroz Albinit. Hihetetlen lendülettel kezd a bajnok. Albini hátrál, azt sem tudja, hogy védekezzen. Sikertelenül próbál bevinni egy-egy tétovajtét. De most úgy látom, Albini magára talált. Uramisten! A közönség nem hisz a szemének! Albini hatalmas jobbenyeresétől a nagy Haywood padlóra került, és a bíró számol. 8, 9, 10! Elképesztő! Ilyen végeredményre senki sem számított. Albini legyőzte a bajnokot, a nagy Haywoodot! Hú! Nyert 2000 dollárt! Halló? Jó estét, Mrs. Guthrie. Már is adom. Bobby! Édesanyám. Megyek! Szia, anya! Szia! Hiányzom neked? Persze, hogy hiányzol. De nem gondolok rá, hogy ne legyek szomorú. Édes vagy. Ne felejts el fogat mosni. Már mostam. Jó fiú vagy. Most le kell tennem. Koktélpartit rendeznek nekünk lent a bálteremben, és engem is hívtak. Ott vagy, anya? Csak lejtettem a kagylót. Szeretlek, kicsim. Don. Na, te! Ne! Ne! Ez furcsa. Megszakadt. A 2000 dollár úti költségre kell? Igen, arra. Hazudtam magának. Nem szóltam a póznán levő hirdetésről. Tudom. Mikor megy el? Holnap, amint anyád hazaért. Felveszem a nyereményemet a biliárdban, és megyek. Találkozunk még valaha? Nem. Hiába is szeretnénk. Akarom, hogy elmenjen. Pedig így kell lennie. Így lesz a legjobb. Nap szenzációja az a bejelentés, amit a szövetségi nyomozóiroda vezetője tett. J. Edgar Hoover cáfolta, hogy az FBI valaha is látnokokat és parafenoménokat alkalmazott volna a kommunizmus elleni harcban. Maga is ehhez a baromsághoz kell nekik. Kérsz szörpöt? Nem. Csak ez a jó abban, hogy elmegy. Utálom ezt a löttyöt. Igen, tudod. Maga mindent tud? Nem. Mi történik, ha hozzáér valakihez? Mondjuk, hogy ablakot nyitok annak az embernek az elméjén. Ezért keresik magát? Az ablakért? Igen. Megérzek bizonyos dolgokat. Ajándék is lehetne, de számomra teher. Tudni akarják, amit látok. Talán nem fognak el. Köszönöm. Egészség! Egészség. Majd meglátjuk. Az élet csak egy tűnő pillanat. Egy tűnő pillanat. Mondd meg Carolnak, hogy szeretnék elköszönni. Jó. Bobby! Igen?
Most rögtön keresd meg őt. Jó. Keressük Protigent, öreg korcs, de szeretjük. Magas jutalom. Szia, Bobby! Carol itthon van? Lement a folyóhoz olvasni, oda a nagyfához. Garfield. Nola, csak nem a Gerber bébi. Ne! Ne! Kérem, ne! Harry! Ne! Ne félj! Hozok segítséget! Ne menj el! Ne hagyj egyedül! Lehet, hogy visszajön! Nem lesz baj! Fel tudsz állni? Nem tudom! Megpróbáljuk, Talán. Jó? Nem tudom! Próbáld meg! Menni fog! Megoldjuk! Gyere! Próbálj meg felállni! Fel kell állnod! Megmondom, mit csinálunk. A hátamra veszlek, és hazamegyünk. Nem fog menni. De igen, menni fog. Megcsinálod. Menni fog. Csak közben valami másra kell gondolnod. Dőlj a hátamra. Ahogy a suliban lovacskáztunk, emlékszel? Igen. Ez is pont olyan lesz. Semmi baj. Eltört a jobb karja. Gyere, Carol, semmi baj. Jól van. Hagyd. Nincs semmi baj, Carol. Nincs semmi baj. Jól van. Jól van. Carol. Bobby, fogd meg a kezét. Jól van. A nagyfiú megvert egy kislányt, mert nagyon fél tőled. Tudja, hogy oroszlán szíved van. Ted!
nagyon fáj. Tudom. Hidd el, hogy tudom. Figyelj, Carol. Meg kell néznem a vállat, érted? Tudnunk kell, hogy mi a baj. Törte a vállat. Nem törte, csak kificamodott. Helyre tudom rakni. Miért? Maga orvos. Nem vagyok orvos. Csak amint mondtad, furcsa ember. Tudom, mit kell tennem. Oroszlán szíved van? Jól van. Hunyd be a szemed és lazíts. Bobby, kérem az övet. Carol, tudod, mit tesz a fájdalom? Átjárja a testet és egyre nő. Igen, köszönöm. Figyelj rám, Carol. Figyelj és lazíts. A fogaidat Bobby övében éjeszted, minden erőddel beleharapsz, és elkapod a fájdalmat. Most lazíts, hunyd be a szemed, hunyd be szépen. Biztonságban vagy. Fújd ki a levegőt és a fájdalmat. Csak a hangomra figyelj. Bobby, érzem, hogy közelednek. Tudom, egyre több baj él. Figyelj, Carol, harapj és csípd el a fájdalmat. Jól van. Így. Ted. Igen. Már nem fáj. Te oroszlán szívű. Köszönöm. Szép volt, Bobby. Köszönöm. Mi az ördög van itt? Anya, mi történt vele? Vegye le róla a mocskos kezét. Semmit! Mit merészel? Maga nyomorult! Te nem bántottad, Carolt! Megverték, idehoztam, és te meggyógyítottam! Menj a szobádba, maga, mocskos vénember, ezért börtönbe kerül. A kislányal nem az történt, ami önnek. Nyitva van a blúza. Kificamodott a válla! Azt mondta, menj a szobádba! Bobby igazat mondott. Menj a fürdőszobába. Hát elhozott ide. Isten meggyógyított. Mit képzel? Menj a fürdőszobába. Elmondom a rendőrségnek, mit láttam. És azt, ami magával történt? Nem tudhatja, mi történt. De igen. Nem tudta, hogy a szeminárium alkoholról és szexről szól. Nem látja, hogy a fia felnő, miközben maga mással foglalkozik. Hazaviszem a kislányt. Mire visszaérek, ne legyen itt. Vigyázzon magára. Miattam ne aggódj. Hol lesz sötétedésig? A biliárdbár melletti kávézóban. Később felveszem a nyereményt. Hadd menjek magával. Bobby, menj a szobádba. Hallgass anyádra. Bridgeporti biliárd bárba készül. Igen. És a jutalom? Halló? Szemetek. Barátom, indulnod kell. Mondd meg a serifnek, hogy készüljön fel a veszélyre. Hol találkozunk? Az út kereszteződésnél. Roy, maradj!
Nem tehetek. Tudni fogod, ha vége lesz. Már tudom, mi lesz a vége. Vagy meg van a pénz? Persze. $10,000 fizettek az aranyért. Ó, ez nagy. Ha az anyád rossznak titulál valakit, akkor az ítélet végleges. Ezt tudtam, de nem hittem volna, hogy elárul. Szükségem van arra a pénzre, de nem mehetek el a bárba. Gondolkoznom kell, de nincs időm. Kitaláltam. Meghatalmazás. Tessék? Igen, a biliárdba. Elhozom a pénzt. Nem hiszem, hogy sikerülhet. Fogja meg a kezem. Hm? Ne féljen. Nem hagyom, hogy elvigyék a rosszak. Igen, elment. Láttam, hogy felült a vonatra, és eltűnt. Maradj ki ebből. Gondunk lesz Brotigenre. Ne bántsák. Kérem, ne bántsák. Menj haza, Bobby. Adják a pénzt Bobby Garfieldnak. Megvan a pénz! Mi van itt? Dad! Dad! Thank you.
pokolban voltál. Halálra aggódtam magam. Amint látod, semmi bajom. Tudod, hogy én mi mentem keresztül? Nem tudtam, hogy hol vagy. Te mindig csak magadra gondolsz. Bobby. Ted elment. Nem látom többé. Megkaptad, amit akartál. Boldog vagy? Bobby, nincs munkám, és nincs pénzünk. De van pénzünk, itt van! Látod, megérte feladni Tedet. Csak értettettem, a te érdekedben. Hazudsz! Te mindig hazudsz. Az apám jó ember volt, akit mindenki szeretett. Egyedül te nem szeretted őt, ahogy engem sem szerettél. Találtam egy felnőtt barátot, de te elüldözted őt. Szerettem Tedet. Nem csak őt árultad el, hanem engem is. Bobby! Tednek igaza volt. Ez nem Atlantis. Anyám Boston külvárosában kapott munkát. Én el voltam keseredve, de Tednek hála soha többé nem féltem. Örökké hálás leszek neki ezért. Hé, hey, tűnj innen! Ez az én területem. Ez közterület. Nem küldhetsz el. Dehogy nem. A kis Bobby Garfield. Hol van most a jó homok tündéred? Tudok segíteni? Köszönöm. Képes leszel egyszer megbocsátani nekem? Nagyon szeretnék. Carol, most indulunk. Már is. Tessék, a bostoni címem. Írsz majd nekem? Persze. Én is írok. Biztos honvágyam lesz. Sosem felejtelek el. Te verted meg Harry Dolint. Helyes. Helyes.
hol, várj! Mennem kell. De én... Én is szeretlek, Bobby Garfield. De most mennem kell. Fél tíz van. Fél óra múlva jelentkezünk a legfrissebb hírekkel. Addig hallgassák slágereinket. Only you. Most mit tegyünk, Bobby Garfield? A lehető legjobbat. A legjobbat. Kár pocsékolni az időt. Ben Johnson, vénkopasz csalónak nevezte az időt. Ki az a Ben Johnson? A pénz bolondja. Szeles természet. Micsoda? Bobby Garfield. Veszélyes. Itt laktam sráckoromban. Régóta itt élsz? Születésem óta. Egy pillanat, várj csak. A mamád nem Carol volt. Carol Gerber. Anya halott. Már sok éve. Igen, hallottam. Régen nagyon jó barátok voltunk. Szent ég! A fiú az óriás kerékről. Mesélt arról a csókról. Azt ígérte, köztünk marad. Azt mondta, maga gyönyörű. Hát... Ő tényleg az volt. Tarthatod a képet. A nevem Bobby. Molly. Molly. Oroszlán szíve volt. Soha többé nem hallottam Ted Brodigenről. Nem, mintha elfelejtettem volna. Őt nem lehet. Sosem fogom elfelejteni. Azon a nyáron véget ért a gyerekkorom. Soha többé nem láttam, mit gondolnak az emberek. Ted mégis maradandó hatással volt rám. Felnyitotta a szemem. Ablakot nyitott, amin beszűrődhetett a jövő. Örülök minden együtt töltött percnek. A világ minden kincséért sem adnám őket senkinek.
Piotr Szoboszinszki a kiváló operatőr emlékére. Ask me how I knew my true love was true. Inside cannot be denied. They said someday you'll find all who love are blind. Oh, when your heart's on fire, you must be alive. Smoke gets in your eyes. So I chat them and I gaily laugh to think they could die. Take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Hello, hello again, shaboom, and hoping we'll meet again. Oh, life could be a dream, if only all my precious plans would come true. If you would let me spend my whole life loving you, life could be a dream, sweetheart. Now every time I look at you, something is on my mind. Da, 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 da. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Oh, life could be a dream if I could take you up in paradise up above. If you would tell me I'm the only one that you love, life could be a dream, sweetheart. Shaboom, shaboom. Ya la 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 la. Shaboom, shaboom. Every time I look at you, something is on my mind. If you do what I want you to, baby, we'd be so far. Life could be a dream. Ya-da-da-da-da-da-da-da, shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da, shaboom, shaboom. Ya-da-da-da-da-da-da-da, shaboom.